A terveknek megfelelően halad a Beledi óvoda felújítása. Jelenleg 500 négyzetméter kerül beépítésre. Major Jenő polgármester elmondta, a kivitelezők várhatóan március végére befejezik a munkálatokat. Időben, illetve a munkaterület átadással terveknek megfelelően megtörtént október közepén is, azóta a munka töretlenül halad. Lehet mondani, az időjárás is eddig kegyeibe fogadta az építőket, bár a belső munkákat igazából nem zavarja, de tartozik azért a kivitelezéshez egy külső területnek a rendbetétele is, ami a bölcsőde létesítéshez előírt külső terasz, és akkor ennek kapcsán már az udvarrendezést is majd el fogjuk végezni, és hogy mindez ugye az átadásra március végére elkészüljön, azért ennek feltétele lesz majd jó néhány hetes megfelelő külső időjárás is. Visszatérve, a belső munkák azok haladnak, a helyiségek felosztása megtörtént, a gépészet, tehát a villamosság a helyére került, igazából már a padozatok, alsó padozatok kialakítása folyik már, és lassan kezdhetik a munkákat a burkolók, tehát hogy mondjam, azt a végső kialakítások következnek. A költségeiről azért néhány szót, hiszen egy-egy felújításnál a költségek mindig egy kicsit változnak, tehát az előirányzathoz képest is. Igen, hát a maga a közbeszerzés alap kiírásban az elfogadott az 58 milliós volt a pályázatnak, a nyertes pályázatnak a bruttó értéke. Ezt követően már meg kell oldanunk 3 millió forinttal a kivitelezés költségeit, a menet közben felmerült olyan aktuális, illetve észszerű változtatások, illetve plusz munkák miatt, amik mindenképpen a használhatóságot jelentősen javítják, és ugye mindezeket a dolgokat szervesen az óvoda működtetőjével, illetve az óvoda használójával, tehát magával az óvónőkkel, illetve az óvoda vezetővel a minden héten tartott konzultációkon beszéljük meg, és ezt tényleg hétről hétre egyeztetünk a kivitelezővel, az önkormányzat, illetve, ahogy mondtam, az óvodavezető, illetve a műszaki ellenőr részvételével, és ezeket a felmerülő kérdéseket, azokat akár, ami nem költség, plusz költség igénylő, azt már közben módosítjuk, és a kérésnek megfelelően végzik el, illetve hát volt ez a 3 milliós tétel, amelyeket több héten keresztül összegyűjtött, összevártuk, és akkor egyben döntött róla a testület, hogy ezeket ilyen módon kell megvalósítani. És erre a testület rábólintott, és ilyen módon mondhatom azt, hogy még ez javítani fogja az eredeti elképzelésen túlmenően is a használhatóságot és a praktikusságot. Egy cég végzi a felújítást? Egy cég végzi, igen, a kivitelezésben, igen. Hát egy időben szó volt az előbb a kérdésben, ahogy én itt jártam többször, volt, amikor egy tucatnyi ember dolgozott tucatnyi különböző szakmákban. Most is 4-5 ember dolgozik itt, tehát lehetőséghez képest tényleg a kivitelező mellé állt a dolognak, és úgy látom, nagyon jó az esély arra, hogy a vállalat határidőre tényleg átadásra tud kerülni. Most maga az építés, és már most ugye szó van a műszaki berendezésekről, értem az alatt a konyhát, illetve hát melegítő konyha lesz, nem konyha, amihez viszont kellnek olyan technikai berendezések, amelyek egy másik cég fog leszállítani, még azzal folynak a tárgyalások. Annak a beépítése is remélem, hogy az időre meg fog történni, amennyiben nem, akkor az még majd rá következően még néhány hetes csúszással megtörténhet. Ön említett egy márciusi időpontot, hogyan tudják használva venni az óvodát, illetve hát ide egy bölcsőde is kerül. Igen, hát a maga szerződés szerint március vége a kivitelezőnek az átadási határidő, akkor lesz egy műszaki átadás. Hát elviekben, hogyha felmerülnek hiánypótlások, vagy olyan apró dolgok, amiket javítani kell, akkor azt követően még meg tudja tenni a kivitelező. És amint említettem, akkor említettem a konyha berendezéseknek a felszerelését, illetve beszerelését, illetve hát majd a csoportszobákat is be kell bútorozni, amelyek ezt követően tudnak megtörténni.
és hát a használatba vételnek az időpontjára azt tudom mondani, hogy az óvoda tervei szerint a szeptemberi kezdést látom én most az ő elképzelésük szerint is reálisnak, tehát a nyári szünet után már itt tudják majd folytatni, ugye mindegy szokott lenni 2-3 hetes nyári szünidő, és azt követően ide tudnak már majd beköltözni ősszel a nevezzük őszi tanévnek, belugra még nem tanév, de itt is azért kicsit igazodva az iskolai terminushoz, ősztől tavaszig számolják az éveket, és így az őszi fél évet itt tudják akkor kezdeni. A bölcsödések az Egyesített Szociális Központban vannak jelenleg, és akkor mindenki ide fog jönni, tehát a bölcsödések is itt lesznek, és hát az óvodásokkal. Igen, igen, igen. Hát a bölcsödések szintén ugye ebben az időpontban. Meg kell oldani a bölcsődé udvaron jelen pillanatban. Van egy olyan játszótér, ami még alkalmas lesz itt is további működésre. Meg kell oldani az áthelyezését. Ebben a nyári időszakban szeretnénk akkor megoldani, hogy magát akkor már az átköltözés után az udvart is úgy tudják használni, illetve ugyanazokkal a játékokkal találkozzanak az udvaron, amit ott a régi helyükön megszoktak. Tehát így szeretnénk ezt megvalósítani. És akkor megnyugtatóan megoldódik az óvoda sorsa így? Hát úgy azt lehet mondani, hogy akkor most a másik maradék szállban, ugye 3 csoportszoba működik, zsufolt elhelyezéssel, jelen pillanatban 70 körüli az óvodában beiratkozott, illetve naponta bejáró tanulétszám. Itt ebben a szállban lesz egy plusz csoportszoba, illetve akkor lesz egy tornaszoba, meg hát a bölcsőde, meg sok egyéb más létesít, illetve helyiség, ilyen kiszolgáló helyiség. Mintegy 500 négyzetméter egyébként a most beépítésre kerülő négyzetméter, illetve felület. És ez úgy néz ki, hogy mind az elhelyezés, mind a gyermek elhelyezését, mind a logisztikáját, az egész dolognak, tehát az étkeztetést, mint a dolgozóknak a megfelelő elhelyezését, mint említettem a tornaszobát, akkor a logopédus szoba, minden olyan egyéb, ami manapság már szükséges a megfelelő fejlesztéshez, illetve azoknak a gyermeknek a felzárkóztatásához is, akiknek valamilyen problémáik vannak, arra is lehetőség lesz itt, a külön helyiségben, megfelelő helyiségben, akár sószobát említek, ami manapság szintén kezd terjedni több helyen, tehát itt mi is létrehozzuk. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy ebben a formában hosszú távon fogja megoldani a beledi alsóbb, legkisebb korosztálynak az igényeit. Köszönöm, polgármester úr! Köszönöm szépen!